Új elnöke van a Klauzál Gábor Társaságnak, Hódi Szabolcs személyében. Őt köszöntöm most szeretettel a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Pontosan mikortól szól a te kinevezésed, és egyáltalán miért? Sajnos szomorú apropója van. Az egyesületünknek a alapító tagja és elnöke 2016 óta második elnöke Gladfelder Tamás trajkus körülmények között közlekedési balesetben elhunyt. Tehát ez egy teljesen váratlan és az egyesület életünket rendesen felborító esemény volt. És hát ezért kellett egy rendkívüli közgyűlést összehívnunk, és itt a tagság ugye nekem szavazott bizalmat. Hogyan fogadtad ezt az egészet? Ugye nem ismeretlen terep. Hát először is a tragédiát magát, azt ugye Tamás egy nagyon jó barátom is volt, tehát azért őt több mint 20 éve, az egyesületünk jövőre lesz 20 éves, tehát őt nem csak az alapítás óta, de korábbról is barátomként tisztelhettem. Tehát az ő elvesztése az azért túlmutatott azon, hogy itt most egy szimpla közgyűléssel most új elnököt választott a társaság. De hát mivel kezdetektől ott voltam az egyesületnél, tehát alapító tagja voltam, szervezőtitkáraként tulajdonképpen a programok szóismétlésével szervezés ugye kezdetektől a feladatom, tehát ebből a szempontból nem lesz törés, legalábbis reméljük nem lesz törés az egyesület életébe, de hát Tamás azért egy komoly űrt hagyott maga után. Ugye titkárként dolgoztál, te is említetted, mennyiben lesz ez a pozíció más, a feladatok mennyiben lesznek másabbak, ha másabbak lesznek? Ugye új elnökségünk alakult, tehát Tamás kiesésével Markó László, az addigi felügyelőbizottsági tagunk is az elnökség tagjává vált, tehát így újra három tagúvá vált az egyesületünk vezetőtestülete. A feladatokat igyekeztünk úgy szétosztani egymás között, hogy nekem az elnöki teendők a lehető legkevesebb plusz munkával járjanak, mert a szervező feladatokat továbbra is én végzem, tehát ebből a szempontból változás nincsen. Egy picit mutasd be nekünk a társaságot, aki esetleg nem ismeri, az már ugye elhangzott, hogy 20 éve, jövőre lesz 20 éve, hogy megalakultatok. Milyen célból? Így van, jövőre lesz 20 éves. Hát az egyesületünknek a szárnya bontogatásai az a 2000-es évek elejére tehető, tehát akkor, vagy a 2000-es évek végére helyesebben, akkor kezdtünk, főleg az internet, ugye mi aktív kor, a tagjainknak a többsége, ez egy viszonylag fiatal egyesület volt az alapítás, akkor hát az ott eltelt 20 év. Az aktivitásunkat akkor annak idején a munkánk mellett az internet adta lehetőségekkel élve fejtettük ki, és itt ismerkedtünk meg, és szerveztünk az interneten keresztül különböző helytörténeti összejöveteleket, amelyekben támogató partnereinké váltak a helyi nagyágyuk, hogy így mondjam, Garbóczi Lászlóra gondolok itt főleg, Bartos Mihályra, illetve Mészáros Péterről főleg a környezet, vagy tehát ilyen természeti séták kapcsán. És 2002 nyarán volt az első ilyen helytörténeti összejövetelünk, ez még idősebb Felkergyőzőnek a Barossi házában, ugye az a egykori Trautmann vendéglő, ezt sajnos szomorúan látom, hogy már elbontásra került. Itt voltak jelen egyébként az előbb említett kerületi helytörténeti vezetők, és hát mondom, ez a Lokálpatrióta Fórum ugye ilyen helytörténeti sétákat szervezett, ebben már becsatlakozott hozzánk a Sarnócai Gyuri is, aki sajnos azóta szintén távozott körünkből. És hát az első mérföldkő az a 2003 őszi Szent Mihály napok volt, így az egyesület élet, vagyis akkor nem még az egyesületi válásunk előtti időben, akkor a Szent István Király plébánia templomban szerveztünk önállóan, mondom, becsatlakozva a Szent Mihály napokba egy ilyen freskó napot, és hát akkor fogalmazódott meg bennünk, illetve a követő év márciusi első díszpolgár találkozó megszervezésével, ugye az Garbóczi László akkori tizediknek megválasztott díszpolgár tiszteletére hívtuk egybe az addig akkor még élő, szerencsére szép számmal jelenlévő és megjelenő díszpolgárokat a budafoki licspincészetbe.
és még volt egy történelmi szalonunk 2004-ben, és ez a három önálló, úgymond önálló szervezésünk, ez a Szent Mihály Napok, díszpolgár találkozó és történelmi szalon fogalmazta azt meg bennünk, hogy jó lenne szervezett keretek közé tennünk az egyesületünket, és jött ez a bizonyos 2004 novemberi Szent Imre otthonbéli klauzál előadás, ugye ez az alapító elnökünk Dobos Károly önálló kutatásaira alapozva, és ugye ez Klauzál Gábor születésének a 200. évfordulóján, és akkor egy fénysebességgel, ha lehet így mondani, még az utolsó bírósági munkanapon 2004. december 22-én sikerült bírósági bejegyzésre megalapítanunk a Klauzál Gábor társaságot. A név az egyértelmű volt? A név egyértelmű volt, ugye Klauzál Gábor reformkortól a kiegyezési tartó időszaknak egy meghatározó politikus, egy abszolút vállalható személye a magyar történelemnek, ráadásul egy olyan időszakban, amihez szép emlékekkel, gondolatokkal viszonyul a ma embere. Klauzál Gábor ugye több szállal is kötődik városrészünkhöz, hiszen a szabadságharc vérbefolytása után, a passzív rezisztencia idején ő ide vonult vissza, tehát közel ugye szegedi felesége, szegedi házassága volt, de a feleségét 1848-ban elveszítette, tehát ő megözvegyült a miniszterségére már egyébként, mert 1848. januárjában hunyt el első felesége, és ő Szegedtől ezért egy kicsit elszakadva, de a pest-budai eseményekhez közel, itt Dél-Budán talált magának egy szőlőbirtokot, és itt egy nyári lakot is épített, ugye ez Klauzál villaként ismerünk, pontos építésdátumát nem ismerjük, de 1850-re datáljuk, és aztán egy ilyen két lak életet élt, tehát Pest, azon belül itt a kistétényi nyári lak, ahol szőlészkedett, ugye borászattal foglalkozott, Korizbics László barátjával, aki annak idején az általa vezetett minisztériumban töltött be vezetőbeosztást, és hát ez az 1853-as második házassága, Nagy Sándor József aradi vértan özvegy egyesével már itt a Szent Mihály kápolnában köttetett, tehát azt gondolom, hogy erre méltó lehetünk büszkék, hogy a 48-as Batthyány kormány egyik miniszterének a házasság ugye itt köttetett szűke pátriánkban. Ezt az utókor is megörökítette egyébként 1914-ben a Szent Mihály kápolna felújítása során, ezt fontosnak tartották akkor a templomszépítő bizottság által kiadott emlékokmányban ezt dokumentálni. Emléktáblája is van a Szent Mihály kápolnában. És hát a mai rózsakert, illetve ez a tangazdaság, ami itt a Nagytétényi út mentén van, ugye a Rozárium, ennek az elődje a Klauzál faiskolája néven működött hosszú ideig, még Klauzál halála után is. A helyi szőlészet, borászat és a helyi hagyomány ápolja őt, tehát ápolja az emlékét, akarom mondani. Mikor lesz a következő esemény, rendezvény a társaságnak, és hol? A soron következő eseményünk, ugye pont most voltunk túl a 20. történelmi szalonunkon, tehát ez most szombaton volt, úgyhogy még friss az élmény, ugye Herman Robert volt előadónk, és Pöltenberg Ernőről emlékeztünk meg. A soron következő programunk az november 18-a, Klauzál Gábor születésnapi évfordulóján, és már hagyományosan összeülünk a Záborszky pincészetben, ahol 2008-ban a borfesztivál alatt idején egy Klauzál mi megmintázó hordófeneket faragtattunk egy faszobrásszal, és ennél a hordónál, illetve ez a hordó köré csoportosulva, hogy ilyen fogalmazzak, 2008 óta minden évben megünnepeljük ugye Klauzál Gábor születésnapját, ide meghívva az egyesületünket, a kezdetektől pártoló programjainkon résztvevő barátainkat, és hát persze a tagjainkat is hívjuk ide. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és jó munkát kívánok! Köszönöm szépen!